Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Miről fogunk beszélni? Mindenki sejtheti, hogy a Mabox elnevezésű Linux distribúciót szeretném bemutatni, illetve a felszínt egy kicsit kapirgálni, mivel hogy ez a disztribúció sokkal több, mint egy akármilyen alapra készített, egy picit szépé, egy kicsit kényelmesebbé tett asztal, és utána ennyi. Nem, ő egy komolyan vehető, és nagyon szépen összerakott OpenBox rendszer. OpenBox, ez egy stabil ablakkezelő, nagyon-nagyon stabil, nagyon régóta fut, illetve a OpenBoxot olyannak tekintik már, hogy az befejezett, az összes funkció belekerült, és maximum nagyon ritkán hibajavítások kerülnek elő. Azaz itt az OpenBoxnál nem lesz olyan, hogy egyik verziónál megy, majd kijön a következő verzió, mind a GNOME-nál, KDE-nél és egyébnél, kijön a következő verzió, és aztán az nem úgy működik, ahogy működik. Az OpenBox stabil, én nagyon szerettem, régebben a Bunsen Labs nevű eszközzel, avval a kis disztribúcióval is használtam, és nagyon elégedett voltam ebből az ablakkezelővel. Azaz, az OpenBoxot megbeszéltük, stabil, kényelmes, hát bizony nem egy KDE, meg nem egy GNOME, tehát nem egy asztali környezet, hanem csak ablakkezelő, de amit kell, azt stabilan tudja. Mi az, hogy Manjaro? A Manjaro egy nagyon érdekes disztribúció, gyakorlatilag az Arch-ra épült, az Arch Linux-ra épült, de annyi változtatással, hogy bizonyos csomagokat visszatartanak, és az ágnak, a Manjaro ágának megfelelő gyakorisággal ellenőrzik, tesztelik és később kapod meg. Ezzel növelik a rendszered stabilitását, persze jelen pillanatban, mivel hogy én még olyan régóta nem használom ezt a Manjaro alapot és a Mabox Linux-ot, kérdés számomra az, hogy bizony ez, hogy visszatartanak csomagot és elméletileg javítanak rajta, tesztelik és biztonságosabbá teszik a rendszert, ad-e annyi pluszt, hogy eltérjek attól, amit megszoktam, a Natur alap Arch-tól? Kérdés, de egyelőre erre a kérdésre én választ nem tudok adni. Azaz Manjaro stabilágára épült OpenBox Linuxot fogunk megismerni. Gyakorlatilag annyit kell róla tudni, hogy egy lengyel srác készíti, nagyon aranyosan, nagyon pontosan válaszol, mert a fórumon én időnként kérdezek tőle, eddig egyszer kérdeztem, de azonnal, hogy az ideje engedte, teljes mértékben, pontosan, és használható választ adott. Hozzáteszem, hogy a fórumuk az nem egy nagy fórum, tehát nehogy arra készülj fel, hogy naponta több száz bejegyzés lesz, hanem arra kell felkészülni, hogy normális emberek normálisan a Manjaro Linuxról, vagy pedig a Mabox Linuxról fognak beszélgetni. Azaz egy kulturált fórumuk van, azaz érdemes oda feliratkozni, körbenézni, elolvasni a hozzászólásokat. Van egy leírásuk, elég szűk leírásuk, bizonyos dolgokra kitérnek, érdemes ezt is átnézni. Konkrétan a Maboxról, meg egy-két eszközről van ott szó, érdemes ezt a pár sort, amit ők adnak, elolvasgatni. Nézzük is meg, mit mondanak saját magukról. Stabil. Természetesen mindenki elmondja, hogy teljesen stabil, de én azt mondom, hogy az OpenBox azért, mert egy befejezett ablakkezelő, egy régóta futó ablakkezelő, arra épül, az bizony egy stabilitást ad, illetve az adja a stabilitást, hogy a Manjaro Linuxnak a stabilágára készült, én ezzel problémát nem találtam. Még hozzá kell tennem az igazság kedvéért, hogy a Natur Arch telepítés is stabil, tehát azzal se szokott különösebb probléma lenni. Két havonta előfordul egy-egy olyan, hogy egy programnál vagy valaminél probléma van, azt szokták javítani. A Manjaro meg visszatartja ezeket a csomagokat, és a javítás után stabilitás és egyéb teszt után kapjuk meg. Nagyon professzionális. Friss szoftvereket kapunk. Kérdés az, hogy mi az, hogy friss szoftver, azaz mit jelent, hogy friss? Ez azt jelenti, hogy nagyjából egy-két hét késéssel kapod meg a legfrissebbet. Ez természetesen az Arch vonalhoz képest nagyon-nagyon lassú, de mondjuk az MX Linuxhoz, Debianhoz képest villámgyors. Tehát itt igazából ezzel sem szabad gond lenni. Hát, hogy könnyű meg gyors. Nyilvánvalóan mindenki azt mondja magáról, hogy bizony friss, stabil, meg könnyű meg gyors. Könnyű és gyors, az OpenBox villámgyorsan elődobálja az ablakokat, ővele problémád nem lesz. Én az utóbbi időben használom a Maboxot, természetesen itt is megvan az OpenBox élmény, hogy villámgyors.
Villámgyors, ő azt mondja, hogy közel 300 megabájtnyi memóriát használ el, ez nem teljesen így van. Természetesen mi tudjuk, hogy a használt memória, tehát alap értelmezettségben használt memória, az mitől függ? Attól függ, hogy mennyi memóriád van. Ha jó sok memóriát beraksz a gépbe, akkor a 300, 600, vagy esetleg még több is lesz, mert fogja magát a rendszer, és lefoglal saját magának egy csomó helyet, hogy biztosan, gyorsan tudjon működni. Azaz alapesetben egy kisebb gépen, szerintem ilyen 4-8 gigabájtos memória mellett a 300-as igaz, hogyha többet fogsz belerakni, több helyet fog lefoglalni a memóriából, nem gond. A gyorsaság nekem az számító, nem az, hogy ott nézegessem használaton kívül. Alap állapotban, hogy 300 vagy 320 vagy 280 megabajtos memória elfoglalása, teljesen mindegy. Van nekem 16, egy alapgépen van 16 giga, abból aztán jut is, marad is. Szóval egész jó kis rendszer. Vannak saját terméke is, erre majd ki fogok térni természetesen, bár mindjárt beszélni fogok róluk, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkán mondom ezt, hogy nagyon-nagyon-nagyon, de nagyon-nagyon jó és felhasználóbarát termékeket készítenek. Mi az, hogy felhasználóbarát? Az azt jelenti, hogy aki készíti, ezt használja is. Aki készíti, ezt használja is, és ez azt jelenti, hogy minden olyan funkciót beletett, ami véleménye szerint saját magának kényelmes. Vannak ezek között olyanok, amik funkcionális feladatokat látnak el, és vannak olyanok, amik természetesen szépészeti dolgok. Ki kell térnem arra, hogy bár állandóan azt mondom, hogy a szépészeti dolgok hogyan néz ki egy rendszer, és hogyan működik, az kettő dolog, de itt megtalálod azt, hogy te villámgyorsan, különösebb probléma nélkül mindent grafikusan, majdnem grafikusan be tudsz állítani egy menürendszerben a kinézet okán. Nagyon kényelmes, free, elmondja, hogy szabad, ingyenes, meg egyéb, hát természetes Linuxról beszélünk, és hogyha van kedved, dotálhatod is a termék előállítóját, ez egy termék. Hiába szoktuk meg azt, hogy Linux alatt minden ingyen van, de valakik dolgoznak vele, tehát hogyha szeretnéd, egy kávéra meg is hívhatod. Nézzük is meg, mi az, ami unikális a Maboxban. Három darab olyan dologra térnek ki, ami számomra nagyon-nagyon fontos és megragadott. Az első a Mabox Colorizernek hívott akármi. Természetesen ez egy színezős dolog, gyakorlatilag ez egy komoly panelrendszer, és egy olyan rendszer, hogyha megváltoztatod a hátteret, a háttér színeket kigyűjti, és a panelokba itt-ott alkalmazni fogja, és azon kívül te saját testre szabásokat is meg tudsz csinálni, de olyan szinten tudod testre szabni akár a Tint 2-es panelt, akár a konkit, akár egyéb beállítást, az Openboxot, hogy a legkisebb csikot is be tudod állítani kényelmesen. Tehát ami a menürendszerben bent van, ebbe a Colorizerbe, ott mindent be tudsz állogatni. A következő dolog, amire éppen ki kell térni, az, hogy Quick Tilling. Tehát gyors csempéző eszközt is kapunk, ez nagyon-nagyon fejlett csempézős, ablakkezelős, beállításos dolog. Az Openboxot annyira testre szabták, maga az Openbox nem csempézős, tehát nem olyan, mint az E3, de ezzel nagyon szépen el tudod helyezgetni a panelokat, az ablakokat, mindent odaava szeretnél. Gyakorlatilag majdnem olyan érzés az Openbox kényelmével, mint hogyha E3-at, vagy esetleg X-monádot, vagy egyebet használnál, mindent meg tudsz oldani, amire neked szükséged van, és természetesen, hogyha szeretnéd, még ezentúl is konfigurálni tudod a rendszert. A menük meg egyebek. A menükről csak annyit szeretnék mondani, hogy szépek, hasznosak, és kényelmesen használhatóak, de amikor meg fogod látni a menürendszert, az első gondolatod az lesz, hogy innét menekülni kell, mert gyakorlatilag ebbe nem lehet eligazodni, mert annyi van, annyi almenü van, hogy azt bizony meg kéne tanulni, tévedés. Gyakorlatilag normálisan használható menürendszere van, egy picit szokni kell az, hogy valóban itt a menü, az nem abból áll, hogy van egy főmenü, egy oszlop, és aztán esetleg egy almenü, vagy esetleg még, hogyha nagyon belemennek, egy almenü. Azaz, erre figyeljetek, hogy itt azért logikusan összeállított,
rendszer van, de azért egyszer át kell nézni, hogy mit, hol és hol találunk meg. Nagyon logikus, hozzáteszem. A menükhöz tartozik véleményem szerint a Tint 2-es panel, erről már említettem, hogy Tint 2-est használnak, nyilvánvalóan nagyon szép dolog. A legkényelmesebb, véleményem szerint a legkényelmesebb Tint 2-es panellal dolgozni, ha van rá lehetőséged, van Konki. Összefoglalva így gyorsan a gondolatokat, Openbox. Régóta szeretem az Openboxot, nagyon stabil, kényelmes rendszer, Tint 2-es panel, nagyon szuper. Ezt a panelrendszert én kifejezetten szeretem, hiszen agyon lehet konfigurálni. Arch alap, nagyon szuper. Nagyon friss programokat kapunk, egy stabil, gyors rendszer, azaz nem lesz ezzel olyan problémát, hogy régi programokat kapsz, vagy esetlegesen instabil lesz, hiszen a Manjaro biztosítja azt, a stabil ágba csak olyan frissítések kerüljenek bele, amik nagy-nagy valószínűséggel nagyon stabilan fognak működni. A menürendszere egy JQ menü elnevezésű termékkel készül, természetesen ezt is ismerem, régóta nézegettem, jól lehet használni és jól lehet konfigurálni. A konfigurációja annyira egyszerű, hogy aki ebben nem tud eligazodni, öne Linuxozzon. A konfiguráció, hogy egy új menüpontot hozzátegyünk, annyi, hogy megmondod, hogy milyen név jelenjen meg, vessző, parancs, ikon. A kettő között vessző, ennyi. Ennyi egy új menüpont hozzátétele a konfigurációs fájlhoz. Szuper, nem? Ennél egyszerűbb dolog nincs. Az Openbox is, a Tint 2-es is, a panelrendszer is jól beállítható, egyszerű, normális embernek nem kell hozzá, mint például az X-Monadhoz, egy picike kis programozói ismeret. Na hát ennyi beszéd után nézzük is meg, nagyjából hogyan néz ki ez a kis rendszer. A telepítés után valami hasonló képet kapsz, gyakorlatilag újdonságot nem látunk. A Tint 2-es panel nagyon szépen össze van rakva, megfelelő funkciók rajta vannak, gyakorlatilag van egy startmenü, elvárás, itt van egy-két beállítási lehetőség, meg tudod nyitni a terminált, a Terminator nevű terminált lehet ebbe használni, persze alapértelmezettségbe, értelemszerűen azt használsz, amit akarsz, akkor itt fut nekem a PIC-om, azaz a PIC-om a kompozitáló eszköz, ez nagyon szép dolog, illetve hát a fogyasztást látjuk, a memória használatot, illetve a CPU használatot, ezt hiába mondom el, hogy kevesebb, mert nekem most fut, mindenki a saját gépén nézze meg. A Tint 2-es panel, alappanel, nagyon egyszerű panelka, gyakorlatilag mi az, ami más, mint a többibe, illetve érdemes lesz rá figyelni. Itt is van egy menü, és itt is van egy menü. Két darab menüjük van, ami ilyen beállítások, ide-oda lépkedések, alap setting menük ezek, illetve hát a helyeket tudod elérni, és egyebeket végig kell nézni, hogy mi hol van. Nagyon jól összeszedett, azaz nagyon jól összeszedett menürendszere van, két menü, mert szerintem egyben nem fért el, illetve kapunk egy halom konkét. A konki egyik része, amit előbb már mutogattam, az, ami mutatja a terhelést, futóprogramokat, egyebeket, dátumot. Használod, használod, nem használod, nem használod. Nagyon jól megoldották véleményem szerint, hogy ennek egy teli színnel ellátott, vagy átmeneti színnel ellátott háttere van, beállítástól függően természetesen, mert így nem lesz zavaró a háttér, nem lesz olyan, hogy kikapcsolod a PIC-omot, ki lehet menet közben is természetesen, és akkor a háttér egy fekete pacni lesz, a konki mögött nagyon jól összerakod. Ez egy fontos dolog, egy idő után úgyis ki fogod kapcsolni, gyakorlatilag a gyors billentyűket el tudod érni. Van egy ilyen kezdeti üdvözlő képernyő, nyilván a legtöbb disztribúció készített ilyet, a projektről lehet egy-két dolgot lehet dotálni, illetve ilyen sugószerűség van, a start könyv, az indítókönyvet, a websájtot, illetve a fórumot tud elérni, nem érdekes nyilvánvalóan ezeket, a honlapon keresztül is, az ő honlapjukon keresztül is eléred. Ami már érdekesebb és nagyon jól összeszedett start gondolatok van, van egy upgrade, update menü, ami szépen előhozza és frissíteni tudsz, hogyha éppen
olyan van, hogy régebbi az ISO, amit letöltöttél, mert ők nem percenként adnak természetesen ki egy ISO-t, hanem utána egy kicsit frissíteni kell. A kerneleket be tudod állítani, láthatóan elég sok kernelt felajánl, telepít, eltávolít és egyéb dolgokat meg tudsz tenni. Igazából nagyon kényelmes dolog. Illetve a szokásos install menüt is megkapod, a elterjedtebb programok bármelyik. Szerintem a legtöbb rendszerben van ilyen, hogy szépen ki tudod nézni, hogy mit szeretnél telepíteni, illetve mit szeretnél eltávolítani. Azt hiszem erről többet nem tudok mondani, gyakorlatilag használata egyértelmű. Ami érdekes, hát ezt becsukom, illetve beállítom, hogy ne jelenjen meg, mert elég idegesítő, amikor mindig előugrik. Ami érdekes, erre az ikonra kattintva kapsz egy olyan Mabox Control Center-t. Ez a Control Center nagyon jó, és a sok egyéb részeit el tudod érni a menüből, beállítási menüből, a Mabox Config menüből. Gyakorlatilag van egy start. A felhasználót, a pamacsot be tudod állítani, statisztikát a telepített programokról tudsz tenni, a kernelhez oda tudsz menni, illetve az asztal beállítását meg tudod tenni az X-randdal, kényelmes, vagy az LX-randdal azt használod, ami éppen neked tetszik, gyakorlatilag nekem a képernyők be vannak már állítva, igazából ezeket használni nagyon egyszerű, az Arand nevű eszközt már ismerjük, nagyon-nagyon-nagyon kényelmes. A Tint2-es panelt konfigurálni tudod, nem fogok végigmenni minden menüponton, menü és a panelokat tudod állogatni. Gyakorlatilag én egyetlen dologra szeretnék rád mutatni, igazából, hogy a top, és megjelenik az a kis egyszerű szerkesztő dolog, amivel szerkeszteni tudod, természetesen szövegszerkesztővel látható név, command, ikon, ennyi a formátum, amit te tudsz állogatni, gyakorlatilag szerintem senkinek nem okoz gondot, itt leolvasni, hogy label, command, ikon és opciókat lehet tenni, a szeparátorokat oda tudod tenni, tehát a menürendszert bővíteni tudod, a GIMP jelenjen meg, hát akkor be van állítva, gyakorlatilag kiveszi az ember előle a hashtaget, és utána már lementi, és működni fog. Nagyon egyszerű ez a menürendszer, mármint a konfigurációja. Autostart. Az autostart két részből áll. Van egy olyan, hogy te egy listából kiválaszthatod azokat a dolgokat, amelyeket éppen szeretnéd autostartba tenni, illetve nem szeretnéd autostartba tenni. Gyakorlatilag, hát bizony ez nagyon egyszerű, beixeled, ami kell, illetve van egy olyan, mint minden ilyen rendszerben, egy autostart script, amit hogyha megnyitsz, itt lehet látni, ezt azt hiszem mindenki ismeri, ilyen autostart menükkel már bizony mi foglalkoztunk, egyszerűen el fog indítani indításkor azon programok közül azt, amit te ide beírogattál, természetesen egyszer át kell nézni, gyakorlatilag utána semmi egyéb teendőnk nincs. Miért nincs ezzel semmi egyéb teendőnk? Mert egyszer állítjuk be, és az autostartot nem szoktuk naponta piszkálgatni, hiszen elindítjuk a programokat, és utána semmi olyasmi nincs, amit naponta használni kell, illetve nagyon-nagyon-nagyon kényelmes, hogyha ezt az autostart dolgot te jól eltoltad, vissza tudod állítani alapértelmezett értékre, azaz, hogyha nagyon szétkonfiguráltál valamit, értelemszerűen vissza tudod állítani. Kinézett, colorizer, na hát erről már beszéltem, és ez a colorizer, nézzük meg, ilyen színűre mit lehet beállítani Openbox-nál, a menüknél, a conking-nál. Hát nézzük meg az Openbox-nál a hátteret, ilyesmire szeretném beállítani, akkor be tudom állítani. Egyszerű? Egyszerű, természetesen Openbox témát tudok állogatni, konfigurálni. Annélkül, hogy belemennék az Openbox-nak az RC, tehát ez eléggé különlegesen kinéző, nem egy egyszerű szövegfáj, de nagyon átlátható egyébként, nagyon jól összerakod konfigurációjába, hanem ott te szeretnéd állogatni azokat az igazításokat, háttereket, akármit, ami az Openbox-hoz tartozik. Alapesetben igazából nem kell. Valljuk be, hogy nem kell állogatni, hiszen azért szép, nem csúnya, nem kell különösebb egyéb dolgot itt piszkálgatni. Openbox konfigurációs menedzser, tehát ezzel is lehet
meghívni ezen a panelon keresztül egy-egy alapprogramot. Értesítések, megjelenítések nem érdekel. Téma. Mabox téma menedzser. Ez is egy nagyon kényelmes dolog, van egy csomó téma, amennyi van, annyi van, te is csinálhatsz, megnézheted, hozzáadhatsz, újat visszaállíthatod alap értelmezett dologba, hát legyen arc, dark témánk, oké, és akkor meglett a téma. Lehet látni, hogy a téma nem annyiból áll, hogy betesz egy háttérképet, aztán kalapkabát, ezt kaptad, örülj neki, és egyéb, hanem valóban egy téma. Tehát nem csak az open boxnak a kinézetét, fejléceket, ezeket a kütyüket, egyebeket állítja, hanem a konké, a háttér, észre lehet venni, látható, hogy megváltozott a konkinak a háttere, átlátszó lett, tehát nagyon-nagyon-nagyon simán és egyszerűen tudod állítani, nézzük meg ezt, és megmondja azt, hogy mit fog ő állítani, miben fog írni, és aztán meg fogja tenni azokat a változtatásokat, panel is előrugrik, amit szeretnénk. Na hát ennek érdekében a régi nagy kedvencem a Bunsen Labs-nak a beállítását megnézzük, hogy mennyire hasonló hozzá, teljesen. Tehát nagyjából egészéből elmondható, hogy a Bunsen Labs-nak a beállítása itt is működik. Látható, itt egy másfajta tintkettes panel került ide. Oké, nagyon-nagyon jó dolog ez. Menjünk is tovább. Témák, kolorizer, megvolt. Help, interaktív HTML, megnézzük. Oké, láthatóan. Nagyon szépen megjelent. Ez egy érdekes kis dolog. Én úgy gondolom, hogy erre majd egy kicsit ki fogunk térni erre a help mögött lévő megjelenítő dologra, nagyon-nagyon jó, tehát szépen beállogathatsz mindent, konkit állogathatsz, bármit meg tudsz tenni, a kompozítort beállíthatod, leállíthatod, szerkesztheted a systemet, hardware-t, a szokásos beállítás. Nagyon jó dolog, mert azt mondjuk, hogy bizony a megfelelő beállításokat meg lehet tenni természetesen terminálba, ezen programokat kézzel is el tudod indítani. Természetesen el tudod indítani, de azért sokkal kényelmesebb, hogy leül az ember, rátámaszkodik az asztalra, és akkor az összesen egyszer végigmegy, és aztán a beállítások, a hardware, a system beállítások meg lesznek. Nagyon kényelmes dolgot hoztak össze. Következő gondolat, ő ilyen kis kockás valami, és látható, megjelent az, amiről beszéltünk már egyszer, micsoda, természetesen ez a beállító colorizer panel. Logikus gondolat, hogy arról beszéltem, és indítok egy programot, de arra akartam kitérni, hogy a PC-man FM-et szeretnék használni, ők alapértelmezetnek, ez egy két, illetve egy panelos fájlkezelő, igencsak stabil, jól működő, rengeteg mindent tud, bővíthető, és nagyon jól néz ki. Látható, hogy itt nem csak arról beszélünk, hogy a témát megváltoztatjuk, és akkor a téma háttér tintkettes panel konki egyéb megváltozik, hanem automatikusan legenerálja ezeknek a kinézetét is, tehát bele fog minden szépen simulni abba, amiről beszélünk, bele fog simulni természetesen a környezetbe minden. Azaz, egy picit ezt összenyomom. Alapvetően tudod vezérelni billentyű kombinációval, hogy hol helyezkedjen el, ez villámgyors lehetőséget ad arra, hogy hát hova szeretnéd szétrakosgatni az adott ablakaidat, ez nem egy nagy újdonság, de hogyha te lenyomod a Ctrl-Shift-et, másik oldalon oda kattintasz, lekattintasz, meg van nyomva a Ctrl-Shift gomb, akkor fölfele megy. Tehát nem csak ilyen egyszerű dolgokat tud, hanem valóban, hogyha hát egy picit odafigyel az ember és elolvassa a leírást, akkor valóban kényelmes akár egérrel, billentyű kombinációval, ide-oda kattintgatással megoldja azt, hogy neki kényelmesen előkerüljenek az ablakok, oda helyezkedjenek, ahol szeretné. Na hát, hova szeretném elhelyezni ezt az ablakot? Ezt az ablakot ide szeretném elhelyezni. Milyen lehetőségeim vannak? Van egy olyan lehetőség, hogy megnyomom a Windows gombot, rákattintok, és kijelölöm, és oda fogja tenni. Ennél kényelmesebb dolog a világon nincs, hogyha én lenyomom a Windows gombot, ide felugrik a program felugrik,
összezárja magát, majd hajszál keresztem lesz, és ide szeretném elhelyezni, természetesen az arányok meg egyébek azokat ő szabályozza, vagy pedig az éppen futó terminált, amiből elindítottam a rögzítő programot, ide szeretném elhelyezni, akkor szépen oda teszi. Azaz igencsak kényelmes, szép, jól testre szabható, most a testre szabásról beszéltem, 2 percet, gyakorlatilag 2 órát lehetne róla beszélni, mit, hol, hogyan találsz meg. Azon kívül nyilvánvalóan elmondhatom, hogy itt-ott, amott találod meg, de azokat ki kell próbálni, és át kell nézni egyrészt az open boxot, mármint úgy értem, hogy mit, hogy és mivel lehet állogatni, a Tint 2-es panel. Egyébként a Tint 2-es panel úgy működik, hogy menet közben is hozzá tudsz adni kis ikonkákat, kis indítókat el tudsz tőle venni, tehát az is konfigurálható nagyon-nagyon jól, természetesen át kell nézni a Konkinak, a Tint 2-esnek, az Openbox-nak az összes lehetőségeit, mert ez nagyon jó. Abba a kényelmes helyzetben vagyunk, hogy akár az ablak elhelyezéses dolgokra, akár természetesen a színezős részre, tehát hogyha váltasz egy hátteret, a színezés megváltozzon, és akkor mindent te még kézzel is utána tudsz állítani, ha olyanod van. Konfigurációs fájlok turkálása nélkül természetesen készültek róla videók, és a Maboxnak a videócsatornáját érdemes megnézni, azaz. Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy egy szuper árcs alakú, Manjaro alakú, egy picit stabilabb, egy picit többet tesztelt csomagokkal rendelkező árcs alapú rendszered lesz, úgy, hogy a szuper, nagyon jól működő Openboxot stabil, atomstabil, jól kinéző rendszert fogsz kapni. Most mondjátok azt, hogy ez nem néz ki jól. Lehet, hogy tetszik, jó, nem tetszik, választasz, vagy készítesz másik beállítást. Már maga attól, hogy a hátteret megváltoztatod, attól meg tudod változtatni azokat a beállításokat automatikusan majd kézzel utána finomítani, ha éppen szükségét látod, amiket szeretnél. Szóval egy szuper kis rendszert kaptunk, és én azt mondom, hogy egy próbát megér. Egy próbát megér, könnyű azt mondani, ezt telepíteni kell. Aki telepített már egy rendszert, annak nem jelent gondot. Gyakorlatilag meg kellett adni, hogy milyen nyelven beszélek, beállítottam. Hova telepítse, minden telepítésnél bizony fölajánlja, hogy hova telepítse, én megkerestem azt a Winchestert, illetve SSD kártyát, amelyre telepíteni akartam, megkérdezte, be lehetett állítani, hogy a meglévő rendszert felülírja, vagy éppen csináljon magának egy kis helyezkedéssel egy megfelelő partíciót, utána next, 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 5 perc alatt földobta a rendszert, újraindult, és ezt kaptam, megkaptam az alap üdvözlő képernyőt, lefrissítettem a rendszert, és beállítottam, be fogom állítani, inkább így pontosabb, mert ez teljesen szűz rendszer, be fogom állítani az általam kedvelt programokat, és utána erőteljesen tudom használni. Itt nem lesz olyan, ha te megfogsz egy képernyő részt, akármit, egy ablakot, hogy utána húzódik, meg csúszik, meg ronda, tehát így, mintha kenődne el, olyan lenne, mert lassú a rendszer, itt nem lesz, ez villámgyors. Be kell egy picit finomítani a beállításokat, nyilván a színek, meg egyéb gyors billentyűk, rengeteg gyors billentyű van, egy jó hosszú gyors billentyű helpje van, ami nagyon-nagyon professzionálisan megcsinált gyors billentyű help, mert hogyha előhívod a helpjét, a gyors billentyűket, akkor nem csak a gyors billentyűt írja ki, hanem rákattintva a funkcióra már rögtön meg is kapod. Szóval, ahogy észre lehet venni a hangomon, nagyon-nagyon megkedveltem ezt a rendszert, eddig nem csalódtam benne, igen, stabil és szép, testre szabható Openbox önmagába, Tint önmagába, Picom önmagába, PC Marn FM önmagába, Konki, hát a Konkikat úgyis el fogom tüntetni, megmarad gyakorlatilag, amiután a összes gyors billentyűt átírtam, ezekre azért oda kell majd figyelni a gyors billentyű átírásokra, mert sokszor vannak olyanok, amik magyar billentyűről nem kényelmesen elérhetőek, hát lengyel a srác, illetve hát feltételezem angol kiosztást használ, ilyen egyéb dolgokat kényelmetlenül lehet elérni, de hát ez
egyértelmű nemzetközi és nem magyar vonatkozású fejlesztéshez. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó kis rendszert sikerült találni, teljesen véletlenül olvasgattam cikkeket, és akkor mondták, hogy a Maboxnak az új verziója. Hát életemben nem hallottam a Maboxról, az első pillanatban ránéztem, atya ég, ennyi minden, ennyi menü, gyerekek, én ennyi menüt nem fogok tudni megtanulni, mert nekem a kedvem, időm és egyebek nem arra vannak, hogy ennyi menüt megtanuljak, és utána egy 20 perc után azt éreztem, hogy na hát, azt hiszem van egy kedvenc, olyan rendszerem, ami talán valamikor főrendszerré, vagy második rendszerre, mert mindig két rendszert használok, biztosan, hogy biztos. Hát bizony, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, sziasztok, sziasztok mindenkinek, jó Mabox kipróbálást kívánok, sziasztok!